baj a törpe lelkek, kik nem szégyellik magukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírbontó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Itt ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökerestül lépi ki. Jaj! A barbuzit is sírfeltárás, és utána a 90-es években, amit itt látunk Moszkvában, egyszer egy magyar és szovjet akadémiai bizottság megpróbálta újra elemzés alá venni a csapvázat, és akkor hozták ki végeredményként, mint hogy hallottuk, a levél segítségével is, hogy női csapvázról van szó. Illés György elmondja, hogy mit tapasztalt ő abban a Moszkvában, ahová a magyar kulturális intézet igazgatójaként, vezetőjeként sodorta a sors a rendszerváltás időszakában, de előtte, mivel itt többször felvetődik a kérdés, hogy hogyan történhet és mit lehet tenni, hallgassunk meg egy egyszerű 90 éves bácsit, akinek az édesapja találkozott Petőfi leszármazottaival, majd megismerkedik a történettel, de nem is kérdezte, csak ő elmondta, hogy neki mi a véleménye erről a álláspontokról, amelyek az igazságot mindenképpen tagadni akarják. Na. Az a helyzet, hogy te valami olyan hatalmas erőnek kell működni, amik az országot sarkba tudja tartani, vagy szellemileg el tudja nyomni. Ez egy kb. 10 perces beszélgetés része lesz. Újabb bizonyíték arra, hogy micsoda ellenállás, hiszen az ő édesapjának és neki a történet is arról szól, hazajött Oroszországból, ott volt a Petőfi leszármazottainál, a családnál, és segítettek neki, és itthon egész életében az édesapjának és neki sem sikerült, neki szerencsére a velünk való találkozás után ezt a filmet ránk hagyta, mert sajnos elment Feli bácsi közülünk. De még egyszer, hogy valami olyan erőnek kell lenni a magyar nemzetet, el akarja nyomni, az igazságot el akarja kendőzni. Kedves György, üdvözöllek, és részére számolj velünk arról, hogy hogyan élted te meg azt a időszakot, főleg azokat a pillanatokat, amelyek a Petőfi Sándor szívédői életével kapcsolatosak voltak. Tessék, köszönöm szépen, Sanyi. Azt szeretném elmondani nektek, hogy ez egy akkora kudarc volt nekem magyarnak. És azt a címet adtam a könyvemben, hogy felesleges erőfeszítései Petőfiért. Tehát, ha majd meglátjátok, képbe veszitek a könyvemet, akkor ez a cím, és semmi nem sikerült. Tehát egy kudarcról fogok nektek beszámolni. Én nagyon igyekeztem, amit tudtam, megpróbáltam megcsinálni, de hát mindjárt meghalljátok, hogy történt. Na, muszáj, hogy tudjátok, hogy a Szemelvész utcában működött a Szovjet Kultúra és Tudomány háza, és alatt a Bajkál étterem, és ez egy nagyon klassz hely volt diákkorunkban meg régen. Viszont Moszkvában nem volt magyar intézet. Egyszerűen nem volt, nem létezett. És már a Gorbacsov idő következménye volt, és a fellazulás időszakában, hogy 88-ban magyar intézet fog születni Moszkvában, és akkor egy pályázatot hirdettek, és kerestek oroszul és egy idegen nyelven beszélő, másik idegen nyelven beszélő fiatal művész idézőjelben, nekem akkor már pár könyvvel megjelent, egy ifjúságírónak,
és akkor jelentkeztem a pályázatra. A Puska Imre akkor bekérette a pályázatomat, és másnap kinevezte a Magyar Intézet Örökségesének. Tehát 88-ban kimentünk, és 89 tavaszán megnyitottuk a Magyar Intézetet. Tehát tessék tudni azt, hogy mi voltunk az elsők Moszkvában, az első Magyar Intézet, és akkor kinyitottunk a kapukat. Úgy képzeljétek el, hogy ez egy művelődési ház volt, mint bárhol, vidéken vagy kisvárosokban, nagyvárosokban, csak minden oroszul volt. Tehát 8-tól este 10-ig, hogyha a rendezvények voltak, akkor tovább, nyitva voltunk, és bárki bemehetett. Megkaptuk a Videoton, akkor kivonult a piacról 89-ben, és megkaptuk a Videoton székházát. Az Artemszkaja téren volt, ez egy régi munkáskerület Moszkvában, nem olyan elegáns helyen, mint a Maszfé-Moszkvája utca, ahol a nagykövetségünk volt, hanem egy melós hely volt, nagyon-nagyon jó helyen voltunk, olyan, mint hogyha most a Ferencvárosban lett volna az intézet, és jöttek az emberek, és bármivel, tehát mi mindenkinek segítettünk, turisztikai dolgok, rendezvényeket tartottunk, és meghívtunk vendégeket, művészeket, akik népszerűsítették Magyarországot. Tehát beindult egy olyan dolog, ami még nem történt. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen világban, egy ilyen felbomló világban mi oda kimentünk, és elkezdtük népszerűsíteni a magyar kultúrát. Az is nagyon izgalmas volt, hogy amikor a Pozsgaival beszéltem, és kiküldött minket, akkor mondta, hogy minden mozdulatunkra vigyázzunk, minden cselekedetünkre vigyázzunk, minden mondatunkra vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy még meddig tart ez a nagy birodalom, még micsoda rúgásokra képes, és hogy nagyon vigyázzunk a dolgunkra, ugyanezt mondta Nemes Kriti tanár úr is, Kósa Ferenc, és annyit még szeretnék elmondani nektek zárójelben, hogy annak idején 85-től én a Pozsgai féle társasághoz tartoztam, és az Imre a Hazafias Néplomból egy gitteinebből egy komoly ellenzéki fórumot csinált, és ott a rappartóba összejöttünk, és nagyon-nagyon fontos dolgokat csinálni. A történelem egyébként pedig manapság erről nem nagyon beszélnek, de hát ott volt nyilvánossági klub, amit mi fiatal újságírók szerveztünk, volt közgazdasági klub, amit a lengyelosziók csináltak. Tehát ez egy nagyon érdekes periódus volt, és én nagyon büszke vagyok erre. Az életemnek egy nagyon fontos periódusa volt, és hát a Pozsgai Imréhez kapcsolódik, és így kerültem ki. Így kerültem ki. És akkor 89-ben a Csóri Sándor nyitotta meg az intézetet. Most az volt a feneség az egészben, hogy a régi gárda még, a régi külügyi gárda, az még ott maradt. Mert akkor 88-ban, amikor Rajnai ügy kipattant, a Rajnai leváltották, akkor Belgrádból áthívták a Györkesanit a nagykövetnek, tehát én már úgy mentünk ki, egy teljesen más indítatású társaság, úgy mentünk ki, hogy ott szembe találkoztunk a régi gárdával, akiket egyébként 91-ben leváltottak. Csak a Jeszenszkék a 90-es évek elején először a nyugati követségeket váltottak le, Amerikát és a többi, és akkor így 91-ben került sor Moszkvára, ami pedig azért nagyon indokolt volt, mert 91-ben, mikor a moszkvai puccs lezajlott, ezt leírom a könyvemben, hogy sajnos azok a nagykövetek és azok a diplomaták, akiknek a Jelcinik mellé kellett volna állni, azok bizony a történelem kerekét visszafogták forgatni. Ne arra mondjatok, hogy ilyenekről beszélek, csak én akarom mondani, hogy milyen nehéz helyzetben dolgoztunk, és hogy mennyire nem sikerült nekem hazajuttatnom a dolgokat. Ugyanakkor pedig mellé álltunk az egész Petőfi dolognak, de nekünk hozzák már, miután 89-ben nyitottunk, akkor, amikor az egész ásatás meg minden kiderült, meg
akkor még millió ügyünk volt, tehát nekünk nem volt, ez nem volt az elsőrendű problémánk, és utána, ja és hát mindenkinek segítettünk, tehát forgatócsoportokon bárkinek, aki kijött, és utána viszont egy hirtelen 90-ben megjelent a Kiszeli, meg a Nehéz is nálunk, és azért szóltam még délelőtt, hogy két elkeseredett ember segítségünket kérte, hogy segítsünk a részben az ottani tartózkodásuk, tehát amíg ők megjöttek Seremetyevóba, és akkor este indult Domodedovóval a repülőgépük, tehát ők intézték a dolgaikat, nem avattak engem be, hogy miről van szó, tehát nagy szeretettel segítettünk neki, és akkor a Kiszeli elég rakta a dolgokat, és akkor elmondta, hogy próbáljak. Ja igen, ezt nem mondtam nektek el, engem nem a Benbrakpart küldött, tehát nem a külügy, hanem engem a Szemer utca küldött, én a Kulturális Minisztériumnak voltam a diplomatája, engem integráltak. Tehát tanácsosi rangot kaptam, és el kellett mennem értekezletekre, de egyébként mi az intézetbe értük a dolgokat, és mindenki nagyon jól érezte magát. És akkor egy hirtelen megjelent nálunk ez a két ember, két nagyon szimpatikus ember, és a segítségüket kérte, és akkor a Pista meg a Misi elég rakta ezeket a dolgokat, és a következőket csináltam. Gyuri, mondjuk már el, hogy ki volt Nehéz Misi, mert ez fontos. Jaj, nagyon fontos. Igen, elnézést. Nehéz Misi volt a Varguzini, és így kerültem ilyen hirtelen kapcsolatba az expedícióval. Ő volt a tolmács, egyébként irodalomtörténet és fordító is. És fordítottam az egész expedíció tolmácsa. És akkor ők hirtelen megjelentek, de már látom a filmekből, meg így összejönnek a mozaikok, hogy ez már miután már lezajlottak itt a 90 legelején januárban, itt már túl vagyunk a dolgokon, egy dolog viszont nagyon izgalmas volt. Jött egy, ezt most már utólag, és ezt már szépen köszönöm a Sanyinak, hogy általában, ha jött valami tudós, akkor bejelentkezett nálunk is, és a segítségünket kért, és mi segítettünk. És volt egy Kis József nevű akadémikus, és állatira nem tetszett nekem, meg rosszul is esett, hogy jött egy akadémikus decemberben, vagy novemberben, tehát még 89-ben, és egyszerűen én nagy szeretettel vártam volna őt, akkor még igazgatóhelyettes voltam, és nagy szeretettel vártam volna őt, és képzeljétek el, hogy ez a pasi, ez megkapta azt a vipszobát a Maszimovszkáji utcában, a nagykövetséggel volt egy olyan vipszoba, amit csak államtitkárok, miniszterek, meg ilyenek használtak. És ez a pasi ott, de én most már utólag tudom ezt, ez ott lakott, és valószínűleg a Boszorkány konyha ott a szemem előtt zajlott le, de hát ezt most tudtam csak meg 30 évvel ezelőtt, hogy ez a pasi miért nem foglalkozott a Magyar Intézettel, miért nem jött el oda hozzánk, miért nem mondta el, hogy mit csinál Moszkvában. Ez a pasi ott lakott novemberben, decemberben, és akkor zajlottak le azok a folyamatok, amiket most raktam csak össze. Mert valószínűleg minket kihagytak. Tehát na, azt akarom nektek mondani, hogy a Szemere utcát, a Kulturális Minisztériumot úgy, ahogy van, az egész folyamatból kizárták. Mindenről tudtam volna, és úgy, ahogy van, kizárták. Kedves Gyuri, jobban értsük. Kis József a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, és már a Varguzini-ba való készülődés előtt őt bízták meg a Petőfi Szibéria ügynek a kezelésével. Még mielőtt kiment a morvai féle expedíció, neki már megjelent egy olyan cikke Magyarországon, amelyben leírja, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne gyalázzák meg a morvai féle expedíció tagjai Petőfi emlékét azzal, hogy ott keresnek valahol egy csontot, sőt, a szovjet elvtársak figyelmét is föl kell hívni, hogy akadályozzák meg. Tehát az, hogy Kis József Moszkvába utazott, annak politikai jelentősége van, mert vitte a ukázt, hogy ott el kell az elvtársaknál élni, érni,
lehetőleg, hogy mindent megtegyenek a szibériai igazság kiderítésében. Kis Józsefről egyik kollégája ezelőtt, vagy 8 éve egy újságban elárulta, hogy szegény Kis József élete utolsó éveit, amikor rákban szenvedett, nagy-nagy súlyos betegség közepette, de akadémiai parancsra harcolni kellett a szibériai elleni legendák ellen. Tehát betegen is, de teljesítette a küldetését, hogy lehetőleg megakadályozza, vagy pedig félretájékoztassa a szovjet eltársakat, hogy ne segítsenek a magyar utókat. Igen, és ez mindez ott zajlott le előttünk, úgyhogy nem is tudtunk a dolgokról. Tehát ennyire, lássatok, hogy ennyire egyik minisztérium ennyire kizárja a másikat. Tehát egy olyan helyzet volt, hogy ja, és akkor én találkoztam két, azért szóltam délelőtt, hogy mintha más Kiszeliről beszélnénk, és akkor találkoztam két elkeseredett emberrel, 90-es évek tavaszán, a Nehézmisivel és a Kiszelivel, akik kérték a segítségemet. Összeállítottak nekem anyagokat, fogolistát, ezt is, azt is, amazt is. És szépen én azt elküldtem az én minisztériumomnak. Tehát ők gyakorlatilag engem, én meg nem tudtam az egész helyet, azonnal, ja, szeretem volna elmondani nektek, hogy magyar tanár vagyok, tehát Petőfinek elkötelezett róla, sőt, a mesélő könyvtárban, a pápai könyvtárban is írtam, és más publikációk, főleg az özvegy a Szenderi Júliával, tehát nekem több publikáció volt már Petőfivel kapcsolatban, tehát én azonnal érezt láttam, hogy ez marha nagy ügy, és ezt támogatni. És ott állok, ott van ez a két pasi, és nagyon szimpatikusak. Nagyon szimpatikusak, és nagyon szerények, amit délelőtt mondtam, és nagyon, nagyon, nagyon jó fejek. És én mindent megtettem, amit kértek, elvittek a burját köztársaságnak volt egy irodája Moszkvában, ott megismerkedtem a helyi nagyságokkal, és nagyon helyesek voltak, és megkaptam a fogolylistát, megkaptam ezért mindent tudtam, amiről tudtam, a igazságügyi minisztériumnak a jelentését, és én nyomtam a Szemere utcában. Na, és a verseket is. És én mindent megtettem, amit tudtam. És akkor semmi válasz nem jött. Na, de várjunk, melyik fogolylistáról van szó? Tessék? Milyen fogolylista? Hát rögtön ezt elmondom, hát amiket megkaptam a Kiszelitől, még a Misitől, mondom a fogolylista. Van egy Amnesty rendelet 1856-tól, van egy fogolylista, és van a Bajgálantúli terület BV-nek a története, ott is, ott 8 név van, ott is a Petrovics szerepel, tehát amit lehetett, nekem odaadták, odatolták. Tehát az 1990-ben, ami dokumentum volt, azt mind megkaptam. Tehát nektek ezt tudni kell. Tehát ez nehéz néhány. Igen, hát van egy amnesztia rendelet, igen, amikor a magyar hadifoglyokról is szó van, és van egy fogolylista, és van egy... Fogolylistát én is elmondtam. Igen, és van az igazságügyi minisztériumnak a Balkán-Magyarországi terület BV intézetének története, ez egyébként ott van, megtalálhatjátok az interneten is. De ott találjuk, nem a területen nincsen. Hát ez csak a minisztériumban találtam meg, ahol elküldtem. Én elküldtem. Tehát az igazságügyi, ez az ő állásfoglalások, hogy ott voltak, szépen elmondtam, amit kellett, és utána a verseket is. Ja, és felhívták a Búriátok, illetve hát a magyar szakemberek a véleményemet, hogy Váradi Sternberg János 65-ben szidmálta a dokumentumokat, tehát valószínűleg már ő kárpátaljai történetben tudott róla, a Magyar Tudományos Akadémia, ez baromi fontos. Tehát tudtak róla már idehaza, és a másik megadja, ki érdeke, adja az Dekabrica sírjával kapcsolatos dolgok, és hivatalosnak tekintették az oroszok, tehát a miénket nem. De ezeket a dokumentumokat Kiszeliék hozták? Nem, azt az oroszok megcsinálták.
És az oroszok kinek adták a... A dekrabistának egy Petőfi barátja volt, hitelesnek fogadták el a földi maradványait. Én ezt is megküldtem. Tehát én gyakorlatilag én postás voltam. Tehát az oroszok, ma mint a burjátok és a magyar... Igen. Na, és az a helyzet, hogy az történt itt a háttérben, hogy a Kiszeli, meg a Nehéz Misi felhasználták az újonnan alakult magyar intézetet, és én mindent megtettem nekik, és sehova se jutottunk. És azon kívül még én elküldtem a verseit is, Timinek mondom, elküldtem a verseit is a Raskinitának, de semmi válasz volt. Ami nagyon-nagyon rosszul esett nekem, mint az Imrének a filmével kapcsolatban, hogy a Rita szóval egyszerűen nem értem, hogy nem foglalt állást. Ő volt az irodalmi, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője. Együtt végeztünk, a Pándi Pálnak, ő volt akkor a atyamestere a Petőfinek, ő oktatott minket, és a Rita ott maradt, és hogy ilyen badasságokat mondott itt. Imrének gratuláltam, hogy egyáltalán ennyit oda tudott vinni a képernyőre, mert valami nehéz lehetett a Ritát megszólaltatni. Na most nagyon érdekes, még hadd mondjak el valamit, hétfőn, amikor már megbeszéltük a Sanyival, hogy hogy jövünk, mint jövünk, jön velem a Toni is, írtam egy levelet a Ritának, hogy most érkezem ide, kedves Rita, hogy mondjál nekem véleményt, hogy mit képvisel, és nem válaszolt. Azzal, akivel 5 évig együtt jártam egyetemre, akivel végig jóba vagyunk, egymás dolgait figyeljük, és nem válaszolt. Nem válaszolt. Hát én nem, de azt jelenti, hogy még mindig milyen borzasztó félelem van, vagy na most én szeretnék még annyit csak mondani, hogy én az ifjúsági irodalomnak vagyok a specialistája, annak vagyok a nagy doktora, úgyhogy én nem értek ezekhez a dolgokhoz, de a Raszki Ritát írtam neki, hogy kérlek segítsél, hogy mit képviseljek most itt. És nem válaszol. Egy olyan ember, akiben jóban vagyok. Szerintem azért nem válaszolt, mert szakmailag egyetértem, hogy értsen veled, viszont politikailag már nem érthetett egyet. De nem értem, hogy júniusban, amikor dedikáltam a könyvhétel, oda jött és nagy csók, meg puszilni. Elmutatta volna a Gyuri. Ez az egész ugyanúgy van. Élek tőle, nem akarok nyilatkozni. Hagyd a frazmat. De lehet, hogy lehallgatják a leveleiket, megnézik és így tovább. Tehát ez ma már egy magától értetődő dolog. A számos önkormányzaton van olyan ember, akinek az a feladata, hogy az intézményekben dolgozó embereknek a közösségi média megosztásait figyelje, hogy mit figyelnek. Engem ugyanvezetett a főnököm, hogy kevesebb kritikát osszak meg. Jó, de azt kérít a most a Petőfi kutatásnak a feje. Lehet, de... Nem. Tényleg az. Tényleg az. De melyik Petőfi kutatásnak már? Hát nem tudom, de biztos, hogy ez az oka, hogy fél, igen. Hát én most az irodalmat képviselem, az irodalom történetet képviselem, a Raszki Ritánál tovább nem tudok menni. Csak tudjátok erről, hogy gyakorlatilag ebben a pillanatban a magyar irodalom történetben nem foglalkozik. Na, én viszont büszke vagyok arra, hogy meg itt tudtam segíteni, és azért büszke vagyok, megírtam a könyvemre, hogy mindezt segítettem, bár kudarcot vallottam, de két nagyon klassz embert ismertem meg, és ezért is voltam délelőtt, hogy nekem a Kiszeli máshogy jelenik meg az emlékezetemben, mint ahogy ti levetítettétek ki. Nagyon klassz pasi. Mert te nem a konkrét ügyben találkoztál az ő véleményével, hanem segítetted őket, hogy megköszönték. Nem, ők mindent elmondtak nekem, telebeszélték a fejemet, amikor elmentünk, és amikor megérkeztek Moszkvába, akkor keresték a szalámi zsömbét és a piát, és rohantak hozzám, hogy jól ér. Tehát gyakorlatilag azt meséltem a Sanyinak, hogy én egy nagyon-nagyon jó légkörben ismertem meg őket, és nagyon szeretettel emlékezek vissza rájuk. Elnézéseteket kérem, hogy ezt mondom a Kiszelőről, meg a Nehéz Misiről. Az özvegyét fölhívtam, most mondtam, hogy most jövök az Irénkének ide, és hogy fogok a Miséről szépeket mondani, két klassz pasit ismertem meg. Ennyi volt a szerepem, gyerek.
Hú, ez biztos. Tehát postás volt. Igen. Igen. Ha kiszállják az özvegyével, ezek szerint? Nem. Nem ismerem. Nem tudok róla. Mert... Csak a Misi özvegyét. Ja, bocsánat, igen, a Misi özvegyét is. Igen, személyesen. Mert itt a kiszállják az özvegyének van azért egy hát jelentős szerepe a történetben. És ez teljesen csönd van. Ugye a Hankó Judikóról beszélünk. Mert hát végül is nála maradt meg, ha megmaradt, de szerintem megmaradt, egyfelől iratanyag, másfelől pedig, ha jól tudom, a csontmaradvány. Egy ezzel kapcsolatban, Sándor, van-e valami információ, mert nektek lehet, hogy van. Van. Bocsánat, de maradjunk még, csak ez egy fontos. Befejezném, és akkor... Nyugodtan majd még van kérdés fölvetődött, Hankó Judikó eléggé ellenségesen viseltetik velünk szembe is. Meg is jelentetett egy cikket, azt hiszem a Demokratában, ahol kikérte magának, hogy milyen jól foglalkozunk mi a Petőfi Szibériai életével. És ott azt, én úgy emlékszem, azt írta, hogy nem tudja, hogy hol vannak a csontok, de volt egy másik nyilatkozata vagy írása, ahol azt mondta, hogy ha majd eljön az idő, akkor gondoskodik arról, illetve majd jön egy kór, hogy hol van, hol vannak Petőfi földi maradványai. Hála Istennek, én tudom, hogy hol vannak. És nem csak ő tudja, hanem én is, ha már én, akkor mások is tudják, úgyhogy ha eljön az idő, akkor valóban. Most szerintem jó helyen vannak. Jó, hogy nem Magyarországon vannak, mert nem lennének biztonságban. Majd, ha lesz akarat, szándék, akkor szerintem megnyílnak azok az ajtók. Hangó Illikó jó voltából szerintem, hogy a családja jó voltából, mert nem hiszem el, hogy Tiszeli István olyan könnyen lett volna, hogy véletlen baleset folytán ugye halt meg, de azért a felesége csak tudja, hogy hol kell keresni a Petőfi csontjait. Nekem van, bocsánat, amit nem mutattunk be az első filmben, az, ott ő azt mondja, hogy biztonságban vannak, de csak ennyit. Így van, biztonságban mondott. Én továbbra is ugyanez körül forgok, hogy nem létezik, hogy nincs azonosítható DNS vizsgálatra alkalmas maradvány elérhető helyen. Vagy én vagyok nagyon naív ebben tekintetben, hogy tehát még a Világszövetség se tud hozzáférni valószínűleg ezek szerint. Hát hozzáférni nem tudunk, mert ott, ahol biztonságban vannak, ott minket nem engednek be, vagy nem vagyunk kapcsolatban velük, de tudjuk azért, hogy hol vannak. Én tudom, meg a közvetlen barátaim. Hála Istennek, jó hely, egy Kolostorban, itt középen. De ezt mondta a Kiszeli is. Így van, Kolostorban. De ennek ezek szerint most én nem akarom itt kriminalizálni a dolgot, tehát van valami hozzáférési kódja, te azt mondod, hogy nem jött el az idő, vagy mikor jön? Ezt nem én mondtam, hogy előtt a idő, ezt ő mondja. Ja, hogy ők mondták, hogy majd eljön az idő. Hát ez egy magyar állam akarata kellene szerintem, hogyha a magyar állam kicsiválítaná, hogy amennyiben hozzájutnak a földi maradványokhoz, elvégzik azokat a kötelező vizsgálatokat, és ha igen, akkor eltemetik, akkor szerintem Hankó Judikó is hajlandó lenne elárulni, hogy hol vannak ezek a csontok is. Csak ez állam kellene. Egy szándék. Egy jó szándék. Most akkor nevezzük már nevén a dolgot, bocsánat, nem remélem. Kis szép. Tehát mondjuk ugye az Orbán Viktor. Például. Tehát, hogy az Orbán Viktornak kellene ebbe ügybe egy utasítást adni az illetékes minisztériumnak, vagy akadémiai kutatócsoportnak. Ő úgy tudom, ebbe az ügybe nem foglalt állást, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy nem. Na, akkor elmondok valamit. Kiszeli István a 2000-es évek elején Sántoraljóti helyen egy Kárpát-medencei magyar diák találkozón vett részt. Ott a egyik barátunkkal, Szajkó Gáborral beszélt, aki a rendezvény főszervezője, és van ott egy szép séta, úta, kálvária, magyar kálvária a Sátorhegyen, oda sétált föl a barátom Kiszeli Istvánnal,
És Kiszel István minden kérdés nélkül elmondta, hogy tekintetlen arra, hogy az ő lánya és Orbán Viktor felesége barátnők, vagy épp olyan társak voltak, vagy diáktársak, az ő lánya segített neki egy vacsorán beszélgetni négyszem közt Orbán Viktorral, a Petőfi Szidéről életéről, és Orbán Viktor, gondoljuk bele, ez 2002 elején van, tehát az első Orbán kormány utolsó éveiben valamikor. Orbán Viktor azt mondta Kiszel Istvánnak, ezt ő mondta, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy eltemetjük Petőfi Sándor tisztességgel, és Kiszel István nem volt hajlandó, az elmondása szerint, neki ebben partner lenni, nem volt hajlandó elárulni, hogy hol vannak a földi maradványok. Ezzel magyarázta a Szajkó Gábornak Kiszel István, hogy nem szerette volna, hogy a politikai kampány részesévé válik Petőfi Sándor. Hogy most ez így történt-e vagy nem, nem tudom, de hogy ezt mondta Kiszel István Szajkó Gábornak, ezt tudom. Bocsánat, ne vegyétek provokációnak, de a Világszövetség nem tud akkor nevezzük kormánynak, vagy miniszterelnöknek levelet. A Magyarok Világszövetsége megpróbál, hát ugye a kormány és a Magyarok Világszövetség között a viszony nem jó. No. De egyszer Patrován Miklós audenciát kért Áder Jánostól, éppen ezen problémáról is szeretett volna beszélni. Áder János visszaért, hogy neki nincsen ideje, de egyik osztályvezetőjét, vagy főosztályvezetőjét és fő tanácsadóját bízza meg, hogy beszéljen Patrován Miklóssal. Hát ilyenkor az következik, hogy Patrován Miklós a helyettesét küldte el, meg még egy jelenségi tagot, akkor én voltam a helyettes, elmentünk, találkoztunk ezzel a két úriemberrel, és beszélgettünk a semmiről szinte, elmondtuk kiadványainkat, megmutattuk, mivel foglalkozunk, nem csak Petőfűt, hanem mással is. De a beszélgetésnek egyik fontos pillanatában azt mondta a főtanácsadó, hogy ameddig a Magyarok Világszövetség az őstörténet problémáival és a Barbuzini problémával így, nem Petőfű, Barbuzini problémával foglalkozik, addig nem állja, hogy pozitív elvilálás alá esik majd a magyar állam részére. Ezt a véleményt meg is írták a Patrován Miklósnak. Tehát ez az osztályvezető vagy főtanácsadó ezt levélben is leírta. Tehát kus. Ez a pillanatnyára. Ez a lépek le a színről. De én szeretnék kérdezni. Igen, lépek le a színről, gyerekek. Ne, jó, de tényleg szeretnék kérdezni. Azt szeretném még mondani, hogy és akkor folytassátok ezt, hogy gyakorlatilag a könyvem, ami tavaly télen jelent meg, most már 2000-nél többet is adtak. Ez egy komoly példányszám a mai világban. Sikeres, és ebben az apályban gyakorlatilag ráirányítottam most a figyelmet rengeteg emberre. Az én rajongói körömbe is most hirtelen ez olyan érdekes lett, meg izgalmas. Tehát csak annyit tudtam segíteni, hogy most hirtelen leírtam azt, hogy én mit értem át az elmúlt az alatt az 5 év alatt, amíg Moszkva voltam, és ezzel szinte ráirányítottam a figyelmet az embereknek, tehát propagandisztikus szerepem volt, és visszatérve ezekre, hallom ezeket nagyon összeesküvés dolgokat, szóval már arra is rádöbbenhettem, hogy igaz, hogy a nagykövet aláírta a futárpostámat, de már mondtam is a Toninak meg neked is, hogy lehet, hogy esetleg nem is küldték el Pestre anyagaimat, lehet, hogy aláírták, csinálja ez a vihar, amit akar. De ez most már csak az én feltételezésem, mert hát nem kaptam semmire se választ, amikor most már összeszedem a mozaikokat tőletek. De mondom, az én jelentőségem csak annyi, az én kis picike kis jelentőségem, hogy tavaly télen megjelent a könyvem, és hirtelen kicsit ráirányította a figyelmet az egész dologra. És köszönöm szépen. Hogy én annak örülök, hogy itt lehet. Igen, hát én így a Petőfi irodalommal erősen tisztában vagyok. Amiket mondtál, hogy fogóista. Igen, igen. Erről én nem tudok. Tehát akkor, hogy Váradi, Stenberg, János már 1965-ben láttam azt, hogy valamit látott. Na erről sem tudok.
Szándéken oldalra. Tehát ezek most már bocsáss meg, de ezek elsőrendű információk. Tehát ezeket viszont mit tudom én egy ilyen nyilatkozatban vagy valamiben kéne leírni, hogy mire emlékszel. Mert hogy ez... Hát egy olvasd el, leírtam. Hát ez a fejezet címe, minden, hogy ne leírtam. Hát igen, csak mert ott... Leírtam, nem. Tehát ott valahogy úgy ilyen regényes formában van. Nem regényes formában. Nem, ez nem tudom a műfaját meghatározni ennek a... nem regényes formában. Igen, csak én például... Én mondom, én egy filológus vagyok. Tehát én egy filológus vagyok. Én ezt nem tudom elfogadni, ezt nem, alapnak. Nem, én viszont ott leírom szépen, hogy mit kaptam a burjátoktól, mit kaptam a kiszeléjétől, szépen meg fogod látni. Én is filológus vagyok, és igyekeztem úgy leírni, hogy meg fogsz nyugodni. Bocsánat, ez a fogalista, nem a 48-49-es honvédokra vonatkozó fogalista, hanem a dekabristákra vonatkozó. Hát az egész BV-nek, a büntetésvégrehajtásnak a fogalistára, ami elkezdődik már 25-től, és akkor jövünk mi, akkor a lengyelek, sőt nem előbb mi, előbb dekabristák, aztán a 31-es lengyelek, akkor jövünk mi, és akkor még jönnek meg. Van listában egy sor magyar név. Sorra, így van, és ott van, hogy Petrovics. És ezt leírom a könyvembe. Lapozzátok fel. Mert így egyetlen. Tételesen, de Attila, ez nem regényes forma. Én írtam regényeket elég sokat is, de ez nem regény. Ez most az én napom. De ez a... Ez egy alapdokument. Ez egy alapdokument. Igen, tehát ezt akkor erre valahogy jobban kell irányítani a figyelmet. Tehát ez egy szenzáció. Én megtettem, amit lehetett. Most jelent meg. Tényleg. Egyébként meg ez köztudott. Itt van a könyv, fel lehet olvasni. Hát nézzétek, ami hiányzik belőle. Nézzétek. Otthon is tudjuk, hiszen itt van a író, és hogyha úgy érezzük, hogy és még valamelyik átosításra szorul, akkor ez a felvétel is már bizonyít többet, hiszen így van, egy fogolistát láttál. Hát az Imre megmutatta a filmét, én meg elhoztam nektek a könyvemet. Sajnos a filmben én se tudtam tovább lépni, de ez van benne van, hogy a környező településeken megerősítették, hogy táborok voltak. De hát könyörgöm, ott azért volt némi népességcsere, ugye polgárháború, stb. Tehát azt mondták, hogy igen, ide száműzötteket hoztak, ezek valamiféle szabadságharcba részt vettek, de ezek a szerencsétlen burjátok, most azt kell, hogy mondjam, hogy némiképpen analfabéták is voltak, hogy ott is volt egy tábor, a dombtetőn is volt egy tábor, a nagyapja is mondta, de ugye azt nem tudtuk, hogy tessék, akkor már minden, hogy a Kovács Józsi bácsi is itt volt, vagy a Nagy Pista bácsi. Ez nem ment. Tehát tovább kell mutatni. Sajnos György se gondolt arra, hogy az a dokumentum, amit ő a Kulturális Minisztériumba küldött, az elveszett. Az elveszett. Mert egyébként nem is mondtam, készített volna róla másolat, ugye? Én nem csinálom. Itt ahogy Antonia készített másolatot. Én nem csinálom. Matolcsi Jánosnak. Matolcsi János. Hát összes anyagot én elküldtem, másolatot nem csináltam. Mit olvastad? Ezt nem. Nekem a hibának kell. Ez a te hivatalos nyilatkozatod, ami itt van. Vegyük úgy. Tehát ami itt van, ez így van. Abszolút. Minden szabad elállom. Hát ez egy szenzáció. Tehát egy ilyen, itt van. Hát örülök, hogy rájöttél. Akkor mi? Azért vagyok itt. Veszünk egy pár könyvet. Azért vagyok itt, Attila. Kapcsoljuk meg, nem? Ez komolyan. Ez tényleg jelent meg, és mondanám, nincs fordista. Nincs, ő nem tartotta meg magánál a másolatát a fordistának. Én is tartottam volna meg a fordistának. De kismillió dolgom van, én Wallenberg ügyben is írtam le. Tehát én nem csak a Petőfi volt nekem a dolog. Hát én megkaptam ezt 140 oldalt, megkaptam a kiszelítő és a fordistától, és azt én mind feladtam. Ami elveszett. Amit a burjátoktól gondolom. Elveszett. A burjátoktól is kapott, hát valamit kapott, hogy összeállítottak nekem egy egész dossziét 90 nyarán. Amikor már túl voltak mindenen, teljesen elkeseredett
lelki állapotban. De amit a burjátok összeállítottak ugye a magyarok számára, annak az eredeti dokumentuma, ha én meg kell, hogy legyenek a burjátoknak. Biztos, hogy megvan. Amiről én írok ott, azt én láttam, az ott megvan. Igen, de annak az eredetie, amit biztos, a burjátok összeállítottak a magyarokhoz, nem neked, az a burjátoknál meg kell, hogy legyen ez a... És azt a Spengerféle aláírás is azt láttam, én csak leírtam. Nincs. De ez a politika történeti... Nem. Hát ezt fel kell tenni, és a következő könyvet már kezdheted újra nyomni. Még bizonyos fogoly listán, akkor muszáj kérdeznem, mert nem megy. Sándor felé, két éve volt itt a Tivanyánkó? Igen. És akkor a Borzák Tibi, a középső könyv szerzője szólt nekem, hogy te Imre, azt mondja, hogy Tivanyánkójék, és rád is hivatkozott, hogy a 49-es foglyok közül, és most szabadon bocsájtottak 70 körül, és azokat Varson keresztül jutott, és hogy ez hozzáférhető a most már orosz igazságügyi minisztériumban, hogy az osztrák államnak a varsói kép... Na most erről mondjál már egyszer. Majd megmutatom. A másik adat megvan. Én köszönöm szépen, októberben várlak benneteket a könyvbe mutatom, mindenkit le fogok hívni. Köszönöm szépen. Tudok, mit teszek akkor a világnak sarkai? Földindulásul megy dörgésül, tőből meg fognak ingani. Ha összevesz, itt négy vadállat, és pusztít mind